Koszorúzással emlékeztek a 100 éve született Csányi László szülőházánál a Magyar Rádió gyermekkórusának alapítójára. Csányi László, aki az igényességével, a precizitásával, a szeretetével olyan módon nevelt bennünket. Én itt tanultam meg, ahogy mondtam, a fegyelmet, a kitartást, azt, hogy a közös munka lehet csak sikeres, és hogy csak munkával és szorgalommal lehet eredményeket elérni. Ennél többet nem lehet adni egy gyereknek a felnőtt életkorára tulajdonképpen. A 100. évfordulón kórusfesztivállal idézték meg a Liszt-díjas karnagyot. A Magyar Rádió gyermekkórusának egykori tagjai még ma is dalolnak, csak más-más énekkarban. Egy életre szóló csomagot kaptunk. A zene szeretet az a legfontosabb, és a kicsit a zene ismeret. Fegyelem, a közösségbe tartozás, ez óriási nagy dolog. És én a mai napig ennek a haszon élvezője vagyok, tehát nekem nagyon-nagyon sokat adott. A kórusok, énekkarok olyan dalokat, darabokat hoztak el a közönségnek, amelyet még sok-sok évvel ezelőtt tanultak meg, énekeltek közösen egy-egy fellépésen.